A pályázatra 284 alkotás érkezett, a zsűri ezek közül választotta ki a legjobbakat. Középpontban a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás állt. Ha ezeket a gondolatokat időben elsajátítjátok, felnőtt korotokban nektek már nem is kell gondolkozni azon, hogy miért is van erre szükség, hanem a ti gyerekeitek így fognak már felnevelkedni, és talán esélyt adni magunknak, hogy azt a földet úgy adjuk tovább unokáinknak, legalább olyan állapotban, mint ahogy azt mi annak idején kölcsönt kaptuk. Élő szelektív hulladékgyűjtők, melyek járják a várost és összegyűjtik a szemetet. Ezzel a rajzzal ért el előkelő helyezést Farkas Csilla, aki azt is tudja, miért fontos szelektíven gyűjteni. Ha mindenki szelektíven gyűjt, akkor ez jobb lesz a földnek, és nem jobb lesz a levegő is. Kovács Krisztina a többi alkotástól igencsak eltérő művet rajzolt. Egy hulladékruhát, amit a tetejét szalagokkal fették be, az alját pedig különböző üvegek vagy termékek papírjából. A pályázat célja felhívni a figyelmet a környezetvédelemre, erre pedig a fiatal korosztály a legfogékonyabb. Ők még komolyan veszik, és szívvel lélekkel csinálják. Sok-sok programunk van, naponta vigyen be mindenki egy PET palackot az iskolába, óvodába, ezek gyönyörű szépen működnek. Környezetünk védelme közös ügy, ezért a város több cége is csatlakozott a pályázathoz. Fontos ez, hogy foglalkozzatok ezzel a témával, és továbbra is végezzetek hasonló munkákat, foglalkozzatok a természettel. A legjobb 26 alkotásból kiállítást rendeztek az Abanovák Agóra Kulturális Központ aulájában. A tárlat egy hétig látogatható. A művek ezek után az NHS Szolnok központjába kerülnek.